Fákat döntött ki és áramszüneteket okozott a keddi viharos szél a régiónkban. Esztergomban hirdetőtábla zuhant az útra, leomlott egy ház tűzfala, Tokodaltáron a főút melletti jelzőlámpa dőlt ki. A szél a tokodi templom keresztjét is megrongálta, amit az önkéntes tűzoltók emeltek le a talpazatáról. Láncon-oltások és csíp nélkül tartotta kutyáját egy telken egy nyergesújfalui asszony. A nő nem biztosította kutyának száraz védett helyet a téli időszakban, és nem is etette rendszeresen. Az állatra kihűlve, lesoványodva, fagyott sárral és ürülékkel borítva találtak rá a hatóságok. Ma az ügyben a járásbíróság meghozta döntését, részletek a heti ír összefoglalónkban. Gőzerővel metszik az almafákat a Vámos Mikolai gyümölcsösben. Szakemberek szerint a fák metszését az első lemosó permetezésig, azaz március végéig kell elvégezni, azért, hogy a fáknak megfelelő fénymennyiséget biztosítsanak a bő terméshozam elérésének érdekében.